Szép napot kívánok a Sárvári Televízió tisztelt nézőinek, ismét péntek esti mozaik, és ahogy megszokhatták már, amikor én előjövök a péntek esti mozaikból, akkor nagyon gyakori az, hogy egy városunkból elszármazott vendéget köszöntünk. Ezúttal Tóth Kingát köszöntjük itt a stúdióban. Én egyszerűen mutatlak be, költőnő, tehát így adták meg a te pozíciódat, de a nézők majd megismerik, hogy nagyon sok minden más vagy ezen kívül is. Kezdjük akkor inkább egy helyi verssel, egy saját verssel, egy helyi kötődésű verssel, ha nem is Sárváról, de hát a szülőfaludból, ha lehet ezt mondani, ahol legelső hónapjaidat töltötted, egy Nyőgér című verssel nyissunk, légy szíves, Kinga, jó, és akkor utána folytatjuk rögtön. Én is mindenkit szeretettel üdvözlök, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Nyőgér. Nyőgér település tatár megszállásról kapta a nevét. Új nyom, új föld. Nekünk is egy hegy. Elvették a felét, másik családhoz került. A zsuk közepén húztak vonalat. Odaépítette az ükapám a vastagabb falat, hozzá passzított nagyobb hordókat. Az szigeteli az idegenek hangját. Ha megecetesedik a bor, kiönti az apám. Addig bodzát szedünk és harangvirágot gyűjtök, a vázába hervadnak el. Fészereinkben macskák a kis állatok, 2 év múlva elajándékozzuk őket. El fog gázolni 2-t egy autó, mert hazaszöknek. Ott mi már nem lakunk a nyugalomban. Anyámmal kék festettünk. Lábbal tapostuk a bodzát, a kezünk mocskos lett. Nem mostuk ki belőlük a festéket, még látszott a panelban is. Trabanttal költöztünk. Mentünk át. A tedit felszíjazta apám a tetőre gumikötéllel. Elkezdtük tanulni az alkalmazkodást, megtanultunk bukfencezni, a 2 ágy között egeres tapétát választottunk, hogy emlékezzünk a macskákra. Csak a becsetet onnan, az sem igazolt. A szabadságom onnantól a macskákkal ment a szomszédba. Megtejeztük a sünöket. Oda szart a kismacska melléjük, anyám mentette őket meg a szarvasbogarakat. Borba folytottuk és kis tálkákban szárítottuk ki. Ez volt az első nyakláncom. Először a bogarak felett lettem uralkodó. A homokozóból kerestük ki a kis hurkákat. Kiszoktattuk őket. Nem ez az alom. A fészerben az övék. A mi vécénk az udvaron. A hivatal kivágatta a fenyőmet. Magot hajtottam a kertben, haragos fát. Nem tetszett nekik. Ha elköltözöl, vidd a magad is. Mamám nem mesélt. Anna rég meghalt. Nem emlékszik a kollektíva. Nem beszél a közösség. Bódi dróttal kereskedik. A földben van a megkönnyebbülés. Veteményezünk. Kis kert a tesómnak, meg nekem. Tanuljuk az öntözést. Első kapocs. Kapok egy bilit. A kis törpén figyeli, sikerül-e, különben korpás keksz. Eltart ez az állapot, majd ott hagyom a barátaim és a ludas hímzőket Edith nénitől. Beleragasztotta egy borítékba és ott maradt a házban. A penész beitta, az első hónapban nem volt üres. A ház elfelejtett minket. Még nem tudom, melyik a fa leggyengébb része. Nem tudom kivágni a tüzelőt, begyújtani a gázt. Nem kértem belőle. A mama is dolgozónő volt. Irodista titkár. Nem kérdeztem, melyik a kapa, a gerebje, mert tudtam. Kiskorban direkt felejtettem el őket. Ott hagytam mindent abban a temetőben. Rádobáltam a mamára egész dühömet és nagyképűségemet. Csak a gőgöt kaptam meg. De most azt is odadobom. Egy helyen hadd legyek én. Megkereslek benneteket, akik voltatok. Amikor akartatok engem. Amikor a nyakadban hoztál, és nem voltam még kolonc. Amikor akartam a testvért, és nem azért, hogy irigyeljem, megvagytok. Még lehet, hogy a fészerben hagytalak titeket az elütött macskákkal. Először begyűjtöttük a túllépett dolgokat, és elhúztunk. A kölcsönkért dolgokat sem adtuk vissza, és nem hívtuk fel a rokonokat. Miután meghaltak, a hozzátartozókat meg ezért nem hívtuk. Engem csak a bicajom érdekel. A fával együtt lettem kitépve, innen a kockaházból pedig a könyves dobozokkal. Így van jogom kimondani minden ránk nézve kellemetlent. Megkereslek benneteket is az igazmondással. Mikor született ez a vers?
Ha jól emlékszem, 2012-ben, de aztán én nagyon sokáig nem küldtem sehova. És akkor, hol is jött ki? Az Élet és Irodalomban jött ki. 13-ban, és akkor így válogatták be a szép versekbe. Ennyire fontos neked, Nyilgér, a szülő falu, a család kötelék? Hát főleg most, hogy azt se tudom, hogy hol lakom, az ember egyszer csak elkezd a gyökerek után menni, és kapar vissza, és keres vissza, hogy honnan jött, hogy mit honnan hoz magával. Igen, mert azt hiszem, hogy a szabadságot oda kötöm. Ott volt utoljára talán, hogy először ez a nagyobb tér, ugye eleve a természet, eleve ez egy falu, ez egy nagyon nyugodt kis hely volt, ahogy emlékszem rá, bármit lehetett csinálni, hát most már ez annyira nem jellemző a mai korban, úgyhogy szerintem emiatt ugye a szabadságot oda kötöm. Érdekes, mert egyébként elárulom, öreg vagyok, én Jögérben láttalak először, csak akkor még 83. szeptembere volt nagyjából, és előtte születtél nem sokkal, tehát azóta nagyon nagyot fordult a világ. Picit beszéljünk arról, hogy hova vezetett az út utána, milyen volt a gyerekkorod? Hát ugye 4 éves voltam, amikor beköltöztünk a Laktanya utcába, és ugye ide jártam utána a Nyögéri óvodából, a Petőfi óvodába irattak be az anyuék, és akkor utána jött a szilveszter iskola. Ez egy nagy szerelem volt, én erre emlékszem is, hogy bejöttek az óvodába az énektanárok a szilveszter iskolából, és énekeltettek minket, és nagyon kedves tanárnőm volt, aki mondta, hogy hát lehet, hogy ezzel kellene foglalkozni, és mentem haza, és én addig akaratoskodtam, amíg aztán ebből lehetett az énektagozat. És aztán ott mindent csináltam. Hát énekeltünk, furiáztunk, zeneiskolába jártam, nem tudom, magyar szakkörre jártam, matek szakkörre, és a tornán kívül, ami hát nem volt az erősségem, nagyjából mindent kipróbáltam. A mazsoretben volt egyedül ilyen sikerélményem, ami a mozgáshoz kapcsolódik, és aztán ugye utána jött a Szombathely, a Nagy Lajos gimnázium, és akkor utána Székesfehérvárra jártam főiskolára, utána Veszprémbe jártam egyetemre, és aztán meg Budapesten jártam egyetemre, és aztán mindenféle közöttem. Alapvetően a szüleidet ismerve, tehát ők egy átlagos értelmiségi életet élnek, édesanyád pedagógus, édesapád, nem tudom, most éppen mivel foglalkozik? Agrármérnök, de egyébként meg logisztikával foglalkozik. Raktározás, szállítmányozás. Tehát érték az értelmiség életet, nem nagyon hajoltak el a művészet irányába. Hogy jött neked ez, hogy elkezdtél? A zenét elmondtad. De hogy jött, hogy, hát ahogy elmondtad előtte, te is tulajdonképpen logisztikusként kezdted a pályafutásodat, holott nem úgy végeztél? Igen, igazából én nagyon korán megtanultam írni, meg olvasni, és nagyon szerettem magam sajnos produkálni. Erre is emlékszem, de ezt mesélik is. De ez miért sajnos? Hát, mert azért mindennek van határa. Jó, hogy te már azon tudom. Nem tudom, de nagyon szerettem énekelni, táncolni, verset tanulni, kiolvastam minden létezőt, és hogy erre is emlékszem, hogyha jöttek vendégek, akkor én tipikusan az a kisgyerek voltam, aki nem bújt el, amikor követelték, hogy adjon elő valamit, hanem ment magától. Aztán azért ezt igyekeztem egy kicsit visszaszorítani. De alapvetően nekem ez az egész összetartozott. Tehát, hogy megvolt a szöveg, amit akkor már el tudtam olvasni, írogatni is tudtam egy picit, és akkor azt elő kellett valahogy adni. Hát ez talán innen jött. És igazából végig a tanulmányaim alatt is, ugye, mert hogy az első diplomám az újságíró lapszerkesztő, és mellette van egy nyelvész végzettségem, ezt is vittem tovább az egyetemen is, mindkét szakon, és tehát alapvetően mindig a nyelvvel foglalkoztam, vagy az írott szöveggel, és annak a különböző, nem tudom, előadási módjaival, vagy kommunikációs formáival, tehát valahogy ez az egész aztán csak összeáll a végén. És aztán ugye tanárként kezdtem el először dolgozni, sajnos olyan helyzetben, hogy nyáron ez munkanélküliséggel és nem nyári szabadsággal járt. Ja, hol volt ez? Hol? Hú, én tanítottam Szombathelyen nyelviskolában, ott kezdtem, és akkor ott mellette a Barabásban is voltam helyettesítő tanár,
aztán tanítottam később Hegyfalun is, aztán Szombathelyen egy másik nyelviskolában, tehát hogy gyakorlatilag úgy nagyjából a környéket azt így lefettem, és aztán mellette, pont ezért, mivel általában vagy helyettesítő tanár, vagy óraadó tanár voltam, nyáron nem volt munkám, és így jöttek a cégek, ugye a nyelvtudás miatt kerestek meg cégek, vagy volt felvétel, és én megjelentkeztem. De és így jött a logisztika. Igen, de az, hogy az irodai munka, meg az egyéniséged, az ő könnyen összeegyeztethető volt, vagy az ő megerőszakolt dolog volt? Nem, viszont nagyon jó munkatársaim voltak, és nagyon jó légkör volt, és valahol élveztem, mert ez egy számomra egy teljesen új világ volt. Először ugye a Flexnél voltam, a Flextronics Zidler Automotive részlegénél voltam beszerző, és német kapcsolattartás miatt. És hát engem ez teljesen lenyűgözött, ezek a műanyag autóalkatrészek, meg én autót sem tudok vezetni. Hát egy teljesen új dimenzió, a fröccsöntőgépek, aztán ott a lakkozás, aztán nem is tudom, ahova körbe vezettek minket, ezek a mindenféle kis szerszámok, meg alkatrészek, igen. És aztán ez folytatódott a Répcalakon a Lindében, ahol pedig cseppfolyós gázdisztribútorként dolgoztam. Hát ahhoz sem volt sok közöm, de tudtam németül, angolul, és akkor már megvolt egy évnyi olyan szakmai tapasztalatom, amivel ezt már tudtam akkor jól kezelni. És akkor honnan jött a kanyar? Ott jött a kanyar, ez volt 2009, és akkor nekem sajnos lett egy elég csúnya gerincsérvem, megúsztam operáció nélkül, viszont akkor kaptam ezt az információt, hogy nem végezhetek irodai munkát többet, és felmondtam. Annyira nem bántam, mert tényleg nagyon élveztem én ezeket a munkahelyeket, de úgy igazából semmi közöm hozzájuk. És aztán Angliában voltam egy évet, és ott babysitterként dolgoztam, meg mellette egy nyelviskolába jártam, ahol később taníthattam is volna, de aztán ott is megint közbeszólt az élet, és akkor hazajöttünk. Na és akkor az volt, ami történt, mert ugye, hogyha elővesszük az életrajzodat, a rövid életrajzod, az is 4 vagy 5 oldal, ilyen fiatalon, tehát hazajöttél Angliából, mint babysitter, befejezted a pályafutásodat, és akkor elmentél a fővárosba, és akkor egy egész új életet kezdtél. Igen, ennek már voltak előzménye is, tehát én már 2003-4 óta nem rendszeresen, de publikálok recenziókat, kritikákat, Székesfehérváron volt ez az Árgus nevű irodalmi művészeti lap, ott is jelentek meg az első verseim nyomtatásban. És mi alatt én babysitterként éppen gyerekeket tanítottam, meg takarítottam, az alatt jöttek ki az első publikációim az élet és irodalomban, a Tiszatájban, a Spanyolnáthában, több nevesebb online és nyomtatott labban is. És aztán baráti hunszolásra is volt egy ilyen terv, hogy hát meg kellene ezt próbálni. És mellette, miközben hazajöttünk, voltak különböző lehetőségeknek, például Budapesten az egyik kulturális, ilyen underground kulturális hely hirdetett személyzenefesztivált, a trash zenefesztivált, ahova a mi zenénk tökéletesen passzolt, és aztán annyira passzolt, hogy minket be is hívtak a döntőbe. A Molnár Gergelyről beszélünk egyébként, akivel együtt zenélek, és ő is alkotok. És aztán ott ragadtunk Pesten, és akkor nekem ott a rohamban lett mellette egy ilyen kulturális asszisztensi állásom, besegítettem a képzőművészeknek a galériában, mellett a sajtóanyagok rendezésében, és innen jött a kulturális programszervezés. Mindig megszoktam ilyen hozzátasoló helyzetbe kérdezni, hogy egy jó értelemben véve, tehát semmi pejoratívus mellett egy vidéki ember, egy vidéki lány, egy kisvárosból származó ember, hogy tud beilleszkedni a művészvilágba, Budapestre, a nagyvárosba? Nehezen. Magával a művész élettel olyan szempontból nem volt gondom, hogy én ezeket a lapokat ismertem már akkor ugye az e-mail kapcsolattartás miatt. Én annó az impresszumokból kimásolgattam az e-mail címeket, elküldtem a kis versenyt, aztán hol szóba álltak velem, hol nem, de ahogy ment az idő, egyre inkább szóba álltak velem. Tehát így már volt egy előzetes kapcsolattartás. A zene pedig, a zene és a zenei szintér pedig tényleg annyira egyértelmű és egyszerű kommunikáció, hogy ott semmiféle szorongást én nem éreztem. Az irodalom az egy másik ügy, de a zenei terepen semmilyen
nehézségem nem volt. Maradjunk először még egy picit az irodalomnál, tehát most mint költő mit csinálsz, mivel foglalkozol, hol jelentek meg műveid, mi a helyzet veled ezen a szintéren? Hát szerencsére tényleg az elmúlt 10-15 év alatt így sikerült mindenhol publikálnom, majdnem mindenhol. Havonta 2-3 helyen publikálok rendszeresen, nyomtatott folyóiratokban is, online felületeken is, határon túl is, határon belül is, németül is és angolul is. Megjelent eddig 3 kötetem, 13-ban jelent meg az első ilyen, képzelt horror mondók a kötetem, a Zsúr című, amit a Prékiadó adott ki. Ezután 2014-ben az All Machine magyar nyelven, amit a Magvető adott ki, majd All Machine címen németül a Solitude Akadémia gondozásában Stuttgartban, és ha minden jól megy, akkor jövőre elkészülök az új prózakötetemmel, a Holdvilágképűekkel, és ez pedig, ha ügyes vagyok, akkor egyszerre fog megjelenni a Magvetőnél, illetve Hollandiában a The Lost Words kiadónál angolul. Ezeket tudom eddig. Hát szép, szép, és különösen az ragadott meg, hogy német, főleg német nyelvterületen is, és nagyon nagy sikereid vannak, tehát elfogadod vagy, ez hogy sikerült? Hála Istennek! Hála Istennek! Az All Machine munkatervemen, hát én folyamatosan pályázok ösztöndíjakra, nagyon-nagyon régóta, és az All Machine munkatervemmel pályáztam a Solitude ösztöndíjra, ezt minden éven kiírják olyan augusztus környékén, és sikeres esetben 3 hónapot lehet Stuttgartban az Akademislos Solitude-ben tölteni, ahol az ember tényleg azzal foglalkozhat, ami a pályázati anyagban szerepelt. Ösztöndíjat kapnak az alkotók, és mellette kemény munka van. Hát azért ez nem szórakozás, én is ott írtam meg a könyvet. Elkészítettem hozzá a vizuális grafikai anyagot, illetve az első hangköltészeti anyagot. És előtte is mi már játszottunk kísérleti zenei fesztiválokon, noise zenei fesztiválokon, külföldön voltunk, Hollandiában, Ausztriában, Németországban, Szlovákiában, Csehországban, aztán Szerbiában is, és tényleg az volt a hatalmas szerencse, meg öröm az én életemben, hogy én igazából eddig is ezeket a verseket sikogattam, csak addig azt nem tudom, noise zenének hívták, meg kísérleti zenének, most pedig észrevette a külföldi irodalmi közeg is, és egyre inkább a magyar irodalmi közeg is, hogy itt az irodalmi műveknek egy másfajta előadását is érzékelni lehet. És így ebből aztán megszületett ez az úgymond hangköltészeti vagy zajköltészeti anyag, amivel sokkal szélesebb terepet tudok most már bejárni. Hát játszom múzeumban is, de játszom foglalt házban is. Hogy lehetne ezt a nekünk kívülállóknak, laikusoknak meghatározni ezt a hangköltészetet, mint műfajt? Ujjé. Műfaj? Sokan csinálják ezt, és mondjuk a fiatalabb generációból kevesen, de például a 60-as, 70 éves generációban a igazi nagy nevek a Ladik Katalin, aki egy szerbiai-magyar performer, vagy a Skárosi Endre, aki szintén az idősebb generációhoz tartozik. Tehát vannak ennek előzményei, meg hát a zajzenének rengeteg. Hát bocsáss meg, én a YouTube-ról néztem egy-két felvételt, nekem elsőként az ugrott be, hogy Bizottság. Tehát az a 70-es évek Bizottság, amit én nagyon szerettem. Tehát egy olyan déjà vu volt, egy olyan Bizottság hatása volt a dolognak. Igen, hát hogy igen, van nyilván, meg főleg ugye a társadalmi szerepvállalás, vagy a társadalom kritikai oldalról mindenképpen van egy ilyen előzménye is, vagy a punkban is észrevehetőek ennek gyökerei, vagy megkockáztatom, az avantgárdban és a dadaizmusban is vannak ennek gyökerei. De hát ugye a John Cage az egyik leghíresebb képviselője a zajzenének, ott is sok minden megtalálható. És milyen ennek a társadalmi elfogadottsága, mennyire népszerű, ha lehet ilyet mondani? Külföldön elég népszerű. Tavaly volt például Szlovákiában az Ő Fesztivál, ami kimondottan egy hangköltészeti fesztivál volt, és hát jó, rengetegen, 150-160 ember ott volt, mint nézőközönség, azért ez egy ilyen réteg zenei műfajban elég nagy számnak számít. És nálunk idehaza? Vegyes. Mert most például
Éppen a múlt hétvégén játszottam az UH Fesztiválon Budapesten, az is egy ilyen kísérleti zenei fesztivál, azon elég sokan voltak, de volt olyan is, amikor 5-10 ember, tehát hogy 100 és 5 között bármi, bármi történhet. Itt Sárlára nem játszottatok még, vagy játszottatok már? 2010-ben volt egy kiállítás, amikor az első versplakátaimmal voltam itt, és akkor együtt játszottunk a Gergővel, de hát azért az inkább még így a rock and roll műfajban, vagy a kísérleti műfajban. Hát az nem volt, ott nem használtam még ennyi, nem tudom, kísérleti hangtechnikát, meg hangképzési technikát. És mit csinálsz amúgy a hétköznapjában? Tudod, hogy mindenkinek most az ugrik be a laikus nézőknek, hogy de akkor miből él ez a lány? Hát én 5 éve vagyok most már a Palócföld Irodalmi Lapnak a szerkesztője, lektora, mellette a Roham Irodalmi Kulturális Magazinnak is a lektoraként dolgozom, a rohamos kiadványokat én fordítom, én lektorálom angolra, németre, elég sokat fordítok. Mellette más különböző művészeti anyagokat lektorálok, rengeteget, hála Istennek, rengeteget járok külföldre zenélni. Zenei fesztiválokon is veszek részt, és amiatt, hogy most már német-angol nyelvű anyagaim is vannak, írott anyagok, könyvek, ezért irodalmi fesztiválokon is szerepelek. Mellett a József Attila Körnek vagyok elnökségi tagja, és ott is foglalkozom a Pont a Solitude és a Magyar Írók Közötti Csereprogramnak a koordinálásával. Ott is készül most egy irodalmi album, annak is a magyar részét azt én lektoráltam. Mert különböző kis megbízatásaim vannak, elég sok van ebből, és akkor ezekből jelenleg. Hol élsz, és mennyit tudsz itthon lenni néha Sárváron a szülőkkel, a családdal? Itthon elég keveset, Budapesten élek, de nagyon sokat utazom, ami azt jelenti, hogy hát egy hétnél többet nem szoktam Budapesten lenni egy hónapon belül, hála Istennek sokat megyek. Amikor ez a beszélgetés készül, ez felvételről megy a televízióba, amikor ez a felvétel készül, akkor innen rögtön mész a Nádasdivárba, mert ha jól tudom, egy költészetnapi rendezvénynek leszel a vendége. Igen, Markó Péter hívott meg egy beszélgetésre Benkő Gáboron keresztül, és hát nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni, eléggé izgulok. Versekkel jövök, illetve hát ezt a hangköltészeti anyagot is be fogom mutatni, és ennek van egy vizuális része, azt is be fogom mutatni. Ugye már utaltam rá, hogy a szüleid értelmiségi hétköznapi életet élnek. Nem tudom, ismerve, jól ismerve anyukádat és apukádat, és mit szóltak akkor, amikor te erre a rögös és izgalmas pályára léptél? Szerintem nagyon aggódtak, és ez nem múlt el. Nyilván tudják azt, hogy egy megbízható és nagyon kritikus ember vagyok, mert hogyha én valaminek nekiállok, akkor azt véghez viszem, és hogy ahhoz képest, hogy milyen dolgokat csinálok, én elég racionálisan gondolkodó embernek tartom magam, és mások is így tekintenek rám. Tehát tudták azt, hogy én bízom benne, hogy tudták azt, hogy nem történik velem semmi. Siklik ki az életed, nem mész rossz útra. Így van, nem siklik ki az életem. Az tény, hogy rengeteget utazom, ami felelősséggel jár, de azt gondolom, hogy ezek a legjobb alkalmak arra, hogy az ember bizonyos képességeit fejleszt. Én például egy notórius eltévedő vagyok, de tényleg egy reménytelen eset, sehol semmit, itthon is többször eltévedtem, ami azért tényleg kellemetlen. Talán az ember épp... Hát ez a művész lélek, nem egy picit szétszórd vagy ennyit talán? Hát, vagy inkább csak ugye fogyott a csuda tudja. De ez is jó dolog, mert most már bátran leszólítok idegeneket, megkérdezem, hogy éppen merre találom meg, vagy én most hol vagyok ezen a térképen, de lehet ezt fejleszteni, és aztán végül csak megtalálok mindig mindent. De nem mondod, hogy neked voltak ilyen gátlásaid, vagy ilyen kisebb rendűségérzéseid, vagy hogy ilyen kis... Én egy borzasztóan maximalista ember vagyok, de hogy nem. Igen. Természetesen, de hogy nem. Szerintem lehet, hogy füllent is az, aki azt mondja, hogy nem. De ebből lehet építkezni, ezzel lehet dolgozni. Sőt, szerintem amit eddig így nagyjából elértem, vagy ami ilyen munkákat elvégeztem, most az művészeti munka, vagy úgymond racionális, hagyományosabb munka, vagy pedagógusi munka, abban mind szerepe van annak, hogy a hiányokkal, a hibákkal dolgozni tudjunk, meg együtt élni tudjunk velük, így lehet fejlődni.
És akkor most hogy zajlik az életed, mikor itthon vagy mondjuk Budapesten? Tehát amit itt elmondtál, ennyi munkát, nem lehet egy nap 24 órájába belezsúfolni. Tehát amit publikus, azt mond csak el, tehát hogy mit csinálsz végül is? Hát most például, pont most, holnap lesz a ugye költészet napja, és emiatt aztán a magvető kiadó is mindenféle rendezvényeket szervez. Most mi is olvasunk többet magammal, a Szőcs Petra, Balaskó Ákos, Turi Tímea, meg én, fiatal költők, azért ennek örülök, hogy még fiatal költőnek számítok. Olvasunk az Írókboltjában. Este lesz egy ilyen gótikus zenei fesztivál, ahol gótikus zenével és kísérleti zenével foglalkozó művészek, kortárs költőknek a műveit dolgozzák fel, és ebből lesz egy bemutató. Ez egy buli, viszont egy szuper együttműködés megint a más szegmensekkel, úgyhogy ott író költők mindenki lesz. Aztán az ezt követő héten a Móricz Zsigmond ösztöndíjasoknak lesz a fináléja, vagy egy ilyen elköszönő rendezvénye, és az új ösztöndíjaknak az átadása. Én ezt a díjat tavaly nyertem el a Holdvilág képűek című könyvvel, ami jövőre fog megjelenni. Ott fogok olvasni mellett a József Attila körnek, most zárjuk a április közepén a Solitude együttműködési programján, de nekem erről kell most egy ilyen éves beszámolót írnom, a sajtóanyagokat rendeznem, a fordítókkal csinálom az interjúkat, mellette a külföldi cserekapcsolattal, illetve a magyar, tavalyi magyar ösztöndíjassal. Ez lesz most, utána Veszprémbe megyek egy galériába, fogok együtt zenélni Sós Gergellyel, és akkor ezután pedig Szlovákiába megyek egy 6 hetes ösztöndíj programra, ahol van egy másik sorozatom, a kis próza mellett írok egy másik könyvet, ez a Wall Writing, vagy Faliratok című könyv, ahol graffitiket gyűjtök, faliratokat gyűjtök, reklámanyagokat, hát a reklám manipuláló hatását figyelem így általában az utcán, és ez egy elég komoly, ott elég komoly társadalmi problémákról írok, azokon a helyeken, ahol járok. Hát mondjuk például tavaly voltam Bulgáriában egy irodalmi fesztiválon, pont azon a héten gyújtotta fel magát egy köztéren egy édesanyja a női jogok védelmében, hogy felhívja a figyelmet ezekre a problémákra. Hát ezekről a durva dolgokról, ami valahogy nem kerül az emberek elé. És minden mellette képzőművészettel is foglalkozol, oda is bele-bele kóstolgatsz, ugye? Vagy már nem? Ezt inkább bátorságnak nevezném. Igen, hát grafikákat, illusztrációkat készítek. Ez is valahogy emiatt van, hogy ahogy én a szöveget értelmezem. Mert az én fejemben valahogy a szöveg az egy olyan valami, ami nem csak egy leírt dolog egy papíron, hanem annak van valamilyen teste, valamilyen hangja, valamilyen megjelenése, egy előadásmód is. Nekem ez a vizualitás, ugyanúgy, ahogyan az akusztikus dolgok, vagy mondjuk egy testi megjelenés összekapcsolódik. Nem tudok máshogy gondolkodni. És mi van a videóművészettel, a média iránya? Hát az erős fejlesztés alatt áll. Itt most lesznek videók, itt most inkább együttműködések vannak. A Bánki Ákos képzőművészettel készítünk most egy közös anyagot, de én ennek inkább a hangi és az írás írott részét viszem, ő a vizualitást. Saját vizuális anyagom is készül most az új könyvhöz, ott még a grafikáknál tartok csak, de tudom, hát hogy már megvan az, hogy fognak ezek az installációk kinézni, és hogy mi lesz ennek a vége a videóban. Az előbb elhangzott, hogy fiatal költőnek számít, az fiatal vagy, természetesen az vagy. Ezen a pályán, hivatáson, ebben az életformában kitűzöl-e magad elé valamit, na, hát amit azt mondom, hogy távlati célként szeretnék elérni, tehát hogy szeretnék ebből az egészből kijönni, meddig lehet csinálni egyáltalán ezt? Fogalmam sincs, tehát ugye ahogy most mondtam, hogy júliusig tudom, hogy állnak a munkáim. Az állandó munkáim azok persze mindig vannak, de abból tényleg nem lehet megélni, tehát a kis fordításokból, meg lektorálásokból, meg ilyenből, hát épp hogy az albérletet valahogy ki lehet fizetni, meg egy kicsit enni, és akkor tényleg itt tartunk. Tehát ilyen szempontból illúzióim nincsenek. De nagyokat álmodni azt kiválóan tudok, és azért úgy meg is dolgozom. Aztán ha nem sikerül, mert van egy 8 éves tanári tapasztalatom, mellette egy 2 éves logisztikai tapasztalatom, tehát úgy érzem, hogy több lábon állok én a földön, nem történhet nagy baj velem.
És sokáig a nyelviskolában tanítottam Pesten is ezek mellett a dolgok, már csak volt tényleg egy olyan idő, amikor azt mondtam, hogy most nem megy. Nagy álmaim vannak, én nagyon szeretném, ugye dolgozom, meg fordítókkal is dolgozom, de én magam is fordítok. Szeretném, hogyha minél több emberhez eljutnának az írásaim, ha minél több emberrel tudnék együtt dolgozni, színészekkel, képzőművészekkel. Most dolgozom építészekkel is, diákokkal is. Szeretnék több dolgot tenni a társadalmi problémákkal kapcsolatban, a gyerekvédelemmel kapcsolatban, ami nekem egy nagyon fontos téma. És szeretném a nyilvánosságot, meg ezeket a lehetőségeket erre használni. Hát erőt, egészséget hozzá, mert van bőven elképzelés és terv. Van. És akkor annyit kérnék, hogy a végére megbeszéltük, hogy még valami saját alkotásból hallunk, hogyha megtennéd nekünk. Igen, ez a tavaly megjelent könyv, ez az Olmesén című könyvből. Elba. A nő csikóhal, combján válla, hal sellőn hullám az Elba, a hangok a sípcső alapon, száján adja ki, egyszerre ereszti a levegőt. Testét átfúrják az énekléshez, a sípcsöveket kihúzzák, engedi a levegőt száján és az új helyeken, felületéhez rakják, fújnak a kis réseken, áténekelnek a mellkasán. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljöttél. További sok sikert a nézők nevében is. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Remélem hasznos fél órát töltöttek velünk. Tartsanak velünk a hét további napjain is, a viszontlátásra.